Akkor hát itt is van Silent Hill Historical Society, ugye? Nincs ennek táblája esetleg, amit meg lehet nézni? Hát az dolog, hogy itt a... Itt az épület, itt a parkoló. De nem. És úgy néz ki az egész, mintha valami Resident Evil villa lenne. Az első dolog, amit meglátok, amin belépünk ide. Ó, barátom. Nyolcvan tartalék pisztolytöltény, az azért nem szar. Te a filterek? Gondolom, igen. Milyen érdekes, veszedelmes hangot hallok a háttérben. Mintha valami... Mintha valami törne, zúzna, vagy nem is tudom. Érdekes. Ezt el is lehet olvasni. The Lady of the Light. The unveiling of one of the two statues commemorating the local folktale. Ó, Maria erről mesélt, erről a nőről. A fényhölgye. Kettőből az egyik szobornak a megünneplése, ami egy helyi történetet, helyi népmesét, egy helyi népi történetet történetről emlékezik meg. Ugye ez volt az a nő, akiről Maria mesélt, hogy a száműzve lette a Tolukatón egy kis szigetre, és egy gyertyát tartott mindig a szeretője számára éjszaka, hogy megtalálja mindig a szigetet. The new clock, az új óra. Nos, ez határozottan egy új órának tűnik. Vagy mi? Little Baroness, The Maiden Voyage of 1916. Nézzük csak. A kis bárónő, aminek az első útja 1916-ban indult első útjára. Csak összeszedem ma este a szavakat, elnézést. És ha jól emlékszem, akkor ezzel a hajóval történt az a szerencsétlenség, amiről, ha jól emlékszem, nem tudom, nem emlékszem, hogy ebben a játékban is olvastunk-e esetleg erről. Azt hiszem igen, de az alapjátékban is volt erről szó, hogy volt ez a hajó, ami elindult az első útjára, de útközben valami rosszul sült el, és emiatt a hajó elsüllyedt a teljes legénységgel, meg az összes utassal, akik rajta utaztak. Azt hiszem, pont az volt a Brookhaven kórházban az egyik quiz kérdés is, hogy hányan haltak bele abba a szerencsétlenségbe, és az volt a 67 áldozat. Igen, James egyből felismerte, hogy mi folyik itt, és azt mondja, hogy ő látható a festményen. Misty Day, the Remains of the Judgment. Nézzük csak, ködös nap, a végítélet maradványai. Uha! Wilt's Coal Mine, established around 1850, it remained operational until the early 1900s, pontosabban. The mine played a key role in the revitalization of Silent Hill. Szóval ez a Wilt's szénbánya, amit 1850 környékén alapítottak, és egészen a korai 1900-as évekig aktív maradt.
kulcsfontosságú szerepe volt a bányának. Silent Hill-nek a újra felvirágoztatásában. Brookhaven kórház, 1880. The hospital was built in response of a great plague that followed a wave of immigration to the area. Originally it was a little more than a shack, but has since expanded into a fully fledged medical establishment. Szóval a Brookhaven kórház, 1880. Ezt a kórházat eredetileg akkor építették, amikor egy pestis járvány tombolt ezen a területen, amit egy bevándorlási hullám követett. Eredetileg maga a kórház nem volt több egy egyszerű viskónál, de azóta egy teljesen kifejlett és kiépült létesítményi alakult. Hello. Name scratched over, illegible, former director of Brookhaven Hospital. Ez volt a Brookhaven kórháznak az előző igazgatója, akinek a nevét teljesen kisatírozták a helyéről, és nem lehet elolvasni. Talán ő volt az, aki megszállottan próbálta azt a három súlyos állapotban lévő embert meggyógyítani? Ki tudja. Wow, de jó hely! Ezt biztos nem látjuk majd később újra. Silent Hill Historical Society Founders. A Silent Hill-i történelmi egyletnek a megalapítói. Egylet, köztársaság, társaság. Egylet vagy társaság? Az egylet talán jobban hangzik. Ez mi? Wow, oké. Okay. Atya ég, mennyi szöveg, oké. Among the local legends is that of the Lady of the Light. The story tells of a woman who was accused and found guilty of witchcraft. As punishment, she was taken to a small island out on the lake. A minuscule stretch of rocky soil, devoid of any food or shelter. There she was to suffer a slow, excruciating death as her body succumbed to cold and hunger. Nézzük csak, az egyik helyi legenda a fényhölgyéről szól. Ez a történet egy nőről szól, akit bűnösnek találnak boszorkányság vágyával, büntetésképpen pedig száműzik őt a tón lévő egyik kis szigetre, ami lényegében csak egy pici sziklás földrész, ahol nincs se étel, se semmilyen épület vagy menedék. Ezen a kis szigeten arra volt átkozva és kárhoztatva a nő, hogy egy lassú kínhalált halljon, ahogy a teste előbb-utóbb megadta magát a hidegnek és az éhségnek. However, unbeknownst to the rest of the townsfolk, there was a young man among them who, having gazed into the woman's eyes, as bright and beautiful as a midsummer's moon, had vowed undying love for her. Habár a városlakók nem tudtak arról, hogy volt egy fiatalember, aki mélyen belenézett a nő szemeibe, melyek ragyogóak és gyönyörűek voltak, mint a nyári holdfény. Ez a fiatalember később örökké tartó szerelmet fogadott a hölgynek. When she was convicted, wrongly, as he believed, he swore that he would not let her suffer such cruel fate. While waiting for an opportunity to abscond with his beloved, every night he would sneak out and row across the lake, bringing her food and something to keep her warm. And every night the woman would stand there on the shore holding a lit candle to help him find his way. Szóval, mikor a nőt elítélték, amiről úgy gondolta ez a fiatalember, hogy nem volt jogos az ítélet, megesküdött arra, hogy nem engedi, hogy ez a nő ilyen szörnyű sorsot szenvedjen el. Minden egyes éjszaka várt arra a lehetőségre, hogy ki tudjon szökni a szerelméhez.
Fogott egy tutajt, és átvezett a tavon, hogy vigyen neki élelmet, és valamit, ami melegen tartja őt. Valamit, ami melegen tartja a hölgyet. És minden egyes éjszaka a nő ott állt kint a kis sziget partján, és tartott egy meggyújtott gyertyát, hogy ez a fiatalember gond nélkül eltaláljon hozzá. But then one night when the sky was exceptionally clear, devoid of even a wisp of cloud, the young man set out on his nightly escapade. As always, he would look out into the distance, looking for the light in the darkness that would lead him to his beloved. On that night, however, the moon shone so bright and so vibrant, stronger than any candle could. Seeing the light's reflection in the water, the young man was led astray. Szóval, de egyszer egy éjszaka alkalmával, mikor az ég példátlanul tiszta volt, egy pici felhő sem volt az égen, a fiatalember elindult az éjszakai útjára. Kutatta a távolt, hogy megtalálja a fényt a sötétségben, ami elvezeti őt a szerelméhez. De azon az éjszakán a hold olyan fényes és olyan vibrálóan ragyogott, sokkal erősebben, mint ahogy bármilyen féle fajta gyertya tudna. És mivel a hold fénye visszaverődött a vízről, az félrevezette a fiatalembert. He rode and rode and rode, following the reflected light, hoping against hope he could reach it. He did not care for his aching arms or the shortness of his breath, utterly mesmerized by the illusionary light. When his boat tipped over, the man was so exhausted from rowing, so weakened were his arms, that he was not able to swim to shore, thus he succumbed to a watery grave. Érdekes, mert ez a történet nem egy viharról mesél, mint amit Mária mondott nekünk. Itt arról volt szó, hogy olyan fényesen, meg olyan vibrálóan ragyogott a hold aznap este, hogy ezt a fényt visszaverte a víznek a felszínre, és a férfi nem látta meg a nő gyertyájának a fényét, szóval addig evezett, amíg el nem fáradt, és teljesen el nem fáradtak a karjai, amivel a fiatalember nem foglalkozott, reménykedett abban, hogy előbb-utóbb el fog jutni a szigetre a szerelméhez. És teljesen megbabonázta őt ez a víz felszínről visszaverődő fény. És egy ponton a férfi már annyira belefáradt, annyira kifáradt a sok evezéstől, hogy mikor a csónakja felborult, a férfi annyira gyenge volt már, hogy nem tudott még csak úszni sem, emiatt belefulladt a vízbe. Although left alone, the woman on the island never lost hope. She kept coming out at night and kept lighting the candle. The legend says that those looking for true love can still see the lady's light out on the lake, shining to bring her beloved home. Ha már magára maradt a szigeten, ha bárha a szigeten magára maradt, a nő sosem vesztette el a reményt. Minden egyes éjszaka kijött és meggyújtotta a gyertyát. Meggyújtotta a gyertyáját, pont. A legenda arról szól, hogy azok, akik az igaz szerelmet keresik, azok az emberek látják ennek a hölgynek a gyertyafényét kint a tó felszínén, ami ragyog, hogy segítsen a szerelmének hozzá visszatalálni. While the story is clearly meant as a metaphor and a cautionary tale, it is to a certain extent rooted in reality, as the area has indeed seen its share of religious persecution, such as that of, és itt nem folytatódik a könyv. Habár ez a történet nyilvánvalóan csak egy hasonlat és egy óvatosságra intő történet, igenis bőven van köze a valósághoz, mert ez a terület kivette a maga részét a vallásos büntetőeljárásokból, mint például, és nem tudjuk tovább olvasni,
Ja, Maria arról mesélt, hogy egy vihar tört ki, és az végzett a hapsival, de ez a leírt legenda kicsit máshogy meséli a dolgot. Waterfront landscape. Ellen Smith. Date of birth and death unknown. A depiction of the local area. The style indicates it was done sometime around the 1820s, when the region was far less populated, with sparse infrastructure. Nézzük csak. Vízi tájkép. Ellen Smith. Születése és halálának a dátuma ismeretlen. A helyi területről egy ábrázolás. A kép stílusa arra enged következtetni, hogy valamikor az 1800-as években készülhetett, mikor a régió még nem volt annyira lakott, és nem volt olyan sok épület se. És egész konkrétan nem látunk semmit. Csak a falat. Ez mi? Title unknown, author unknown. Cím és a készítő, festő nem ismert. Az obszidián goblet, az obszidián kehely, ami a egyik befejezés eléréséhez kell. Első emeletre úgy festi, nem tudunk felmenni. Konkrétan olyan, mint egy kisebb Resident Evil villa ez a hely. Wow! Elnézést, így össze-vissza beszélek, kedves nagy kedves srácok. Igyekeztem, hogy szépen meg jól beszéljek, meg fordítsak nektek. Nos, szóval is ez itt ez a szobor, ami a fényhölgyéről szól. Amikor ez a fotó, gondolom, akkor készült róla, amikor felavatták. Na szóval... Van itt egy balzi nagy lyuk a falban, ami lefelé vezet, és ezt még nem néztük meg. Szegény James mennyire fáradtnak tűnik. És meg is értem, hogy az. Jó, mire kell mennünk azt a mindenit? De úgy látom, elértük az alját. Into the Abyss. Köszönöm szépen, PlayStation. Wow. Milyen ijesztő lenne, hogyha valaki végigállt volna mögöttünk mi. Imádom, hogy vannak itt ablakok, pedig már elvileg olyan mélyen vagyunk lent a föld alatt, elvileg, de hát ez nyilván egy olyan hely, amiből nem igazán lehet a józanész szabályait, amitől nem igazán lehet a józanész szabályait elvárni.
Toluca Burton, 1820. szeptember 11-e, elítélt száma C221. Sheen filtered cigarettes. 500 cigarettes. Ó. Sűs! Milyen hatalmas ennek a folyosónak is a belmagassága. Itt is vannak festmények. Mi a franc? Festmények perjel képek. Wow! Crimson and White. Banquet for the gods. Bíbor és fehér. Egy banket az istenekért. Az isteneknek. Tsuh! Death by skewering. An execution at the prison, death by skewering or strangling. To choose his death is the prisoner's last taste of freedom. Szóval halál karóba húzás által. Egy kivégzés a börtönben. Kivégzés, halál... karóba húzás, vagy... vagy megfojtás, meg fullasztás által. Az, hogy kiválasztja a halálát, az a, az, az elítélt utolsó megízlelése a szabadságból. Toluca Prison Camp. Toluca börtöntábor. Oké, így kell kimondani. Built in 1962, the camp was used to house prisoners during the American Civil War. Converted into Toluca Prison in 1966. Ez a 1862-ben épült. A tábort arra használták, hogy az amerikai civil háború során itt helyezzék el a az elítélteket, és 1866-ban pedig ezt átalakították a Toluca börtönné. Szóval az, hogy kiválasztja, hogy hogy halljon meg, az az elítélt legutolsó szabad döntése. Ilyen fasza üdülőváros, mi? van itt konkrétan egy elmegyógyintézet is, meg egy börtön is, egy börtöntábor is. És nem tudom, hogy felismeritek-e ezt a helyet az egyik képről és vagy festményről, amit láttunk a Historical Society épületében. Még ezt a túloldali pislákoló folyosót még megnézem. Ami úgy fest, hogy nem vezet sehová. A pislákoló lámpa miatt úgy tűnt, mintha jóval hosszabb lenne az egész. Szóval, mi újság ezzel a lyukkal itt? Ugrás. Meg kell erősítenünk a dolgot. Szegény James-i pánikol.
igen, és most kerülünk le ide. Szerencsére itt fokkal egyértelműbb, hogy... Vagy lehet, hogy mégsem? Ó, oké. Okay. Úgy néz ki, hogy ez a fal nem nyert, de itt is ki tudunk bontani egy falrészt. És ez se nyert! Ó. Most lehet egy harmadik hely. Amit eddig nem láttam, hogy szét lehetne elbontani. Szét és vagy ki, és úgy néz ki, hogy itt meg ki tudok jutni. Wow. Hello? Hello. Hello. Hogy néz ki ez a hely? Oh. Mm-hmm. Okay. Ez itt látszólag egy zsákutca. De még valamennyire így is ellátni arra a folyosóra. Legalább csak egy irányba tudunk menni. Ó, Istenem, ez a szoba! Van valami a földre, ami lehet, hogy kell nekünk, egy kulcs. Spiral writing key. Oh, wow. Kifelé innen. Ki úgy néz ki, hogy nem csócsáltak meg minket azok a bogarak. Amint felveszik azt a kulcsot, kikapcsol a lámpánk. De úgy néz ki, vissza tudom kapcsolni gond nélkül. És bogarak lepik el az egész helyet, amik szépen lassan... Legalábbis az alapjátékban elkezdtek sebezni minket, amíg nem tudtunk kijutni, de úgy néz ki, hogy itt gyorsak voltunk. The cylinder is engraved with a text. This doubt which led thee to purgatory. Ez a kételkedés az, ami a purgatóriumba vezett téged. Jaj, Mary! Egyre izgalmasabb ez a hely. Lehet, hogy a börtön volt a kedvenc helyünk. Ó, James! Ez az amerikai igazságszolgáltatás olyan menő.
De gondolom ehhez kell a kulcs. Aha. Ez a folyosó már konkrétan lefelé folytatódik. Jump! Megint meg kellett erősíteni. Úgy néz ki, hogy egy karcolás nélkül mind a kettő alkalommal megérkeztünk a leugrásunknak a célhelyére. És úgy fest, mintha a börtönnek az étkezőjébe lennénk. Mainline menu, March 13. One grits with lard, boiled meatloaf, beans, bread and coffee. Oké. Okay. Börtön menu, börtön kost. Ezen a képen, festményen úgy néz ki, hogy ez a börtön étkezője. Egy zöld felsős halott hapsival. Ez egy kulcstárgya az eredeti játékból. Egy táblácska, ami a fallánk disznót jelképezi. Ábrázolja. The gluttonous pig. Most nézem, hogy van ott valaki, és nem is tudok célozni rá, James leereszti a fegyvert. Oh! De az a valaki úgy néz ki, hogy... Ain't no big deal. Just put the gun to their head. Eddie? Hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. It just came at me. Okay. So he attacked you, and you shot him? Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why? We do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. And I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. No,
Nos, úgy néz ki, Eddie szerzett magának egy nagy-nagy stukkert. És még az átvezető animáció előtt feltűnt nekem, de... A csávó, akit lelőtt, körülöttem, mintha minden megfagyott volna. Ez később gondolom még érdekes infó lesz. De wow! Akkor találkoztunk Eddie-vel, aki itt üldögélt a sötétben, a holttest előtt. Azt mondogatta magában, hogy nem nagy dolog megölni valakit, csak célozz a stukkereddel és lőj. És amikor megkérdeztük őt, hogy Eddie, mi az ördög történt itt? Oh. Most nézem, hogy még a holttest fölött lévő szellőző rendszer is olyan, mint be lenne fagyva. Szóval, amikor megkérdeztük Edit, hogy mi történt itt, azt mondta, hogy a sötétből ez a hapsi elvileg rátámadt, a semmiből próbált rárontani, ezért ő önvédelemből lelőtte. Picit tovább kérdezgette James a dolgot, hogy egyértelmű volt Eddie számára az emberünknek az ártó szándéka. Mire Eddie már azt mondta, hogy igen, látta a szemében, meg az ember tekintetében az, ahogy nézett rá, hogy csak gúnyt akar űzni belőle. És Eddie hiába kérte őt, hogy ne gúnyolodjon rajta, meg ne nézzen rá úgy, ahogy. A csávó nem hallgatott rá, és ezért lelőtte. Mire James azt mondja neki, hogy Eddie, figyelj, nem ölhetsz meg valakit azért, mert ahogyan néznek rád. Mire Eddie ránk szegezte a fegyverét, elkezdett nevetni, és azt mondja, James, csak vicceltem, a hapsi már halott volt, mire ide értem. Na jó van, nekem most mennem kell, mondja Eddie, és kisétált szépen egyedül a sötétbe. Vadászpuska töltények! Let's go! Toluca börtöntérkép. Main section. Serpent section. Van első, második emelet. Első emeleten van varacskos disznó szekció, van harmadik emelet is, van alaksor is. De jó ég. Maszkok? Wow. Ott a vadászpuska, azt meg kell szereznünk. Oh, look a Burton, they still haven't found him. Since he had the cabinet key, we should assume one of the prisoners got his hands on it. Get the spare from the witness checkpoint and secure the rifle before it falls into the wrong hands. Még mindig nem találták meg azt a fickót. Mivel nála volt a szekrény kulcsa, sajnos azt kell feltételeznünk, hogy az egyik rab megszerezhette azt. Hozzátok el a tartalék kulcsot a witness checkpoint. A szemtanú ellenőrző pontról, és vegyétek biztonságos kezekbe a puskát, a vadászpuskát, mielőtt még rossz kezekbe kerülne. Witness checkpoint. Aha, ott a witness room, meg a witness checkpoint kapott is egy kérdőjelet. Hatalmas lesz ez a hely is. Hell yeah!
Szóval hát börtön. Op, egy pillantás. Oké. Iszonyatosan nagy ez a rohadt börtönépület. Iszonyatosan nagy. Szóval úgy érzem, hogy el leszünk itt egy jó darabig, amíg szépen végignézzük az egészet, és egy kicsit reménykedem abban, hogy nem kell esetleg az alternatív verzióját is felfedeznünk, mert ez így alapjáraton is egy nagyon nagy hely. Nézzük csak, hol kezdjünk elkutakodni. Rifle cabinet, kantin, kápolna. Hát, igazából nézzünk el először mondjuk a kápolnába. Ez szuper. Ez szuper. Van egy kis gyóntatóterem is. Atya ég. És itt ráadásul... A térdeplő az hegyes. És úgy néz ki, hogy az ember arab kezének, tenyerének is van egy kis büntető része itt, ami ugyanúgy hegyes, és Oh, wow! Ráadásul egyszerre kettő bűnbánat is in progress lehet, amit gondolom a pap levezényel innen bentről. Vagy a erre felszentelt, felkért tisztelendő atya. Mi az ördögöt látok itt? What am I looking at here, man? Mi az ördög ez? James nem kommentálja ezt a látképet. Oh. Még itt a kápolna leülős részeknek is külön szíjaik vannak, a deréknek meg a lábnak is, hogy biztosan ne tudjanak, és van szöges drót is, hogy biztosan ne tudjanak a rabok csak úgy felpattanni és azt csinálni, amit szeretnének. Még úgy, hogyha meg is van békjózva a kezük. The heaviest weight. A legsúlyosabb súly. Hello! Ow. Annyira jó pufán megvan az effekt csinálva, mint hogyha ennek a lénynek a köpete marná a falat, padlót, bármit, amit eltalál. Kértétek páran, hogy így a játék során próbáljam meg kielemezni, hogy esetleg azok az ellenfelek, akikkel találkozunk, miért úgy néznek ki, ahogy, és miért viselkednek úgy, ahogy. Én ezt nem szívesen akartam megcsinálni, mert nem akartam, hogy egy esetleges spoilerbe belefussunk, vagy bármilyen más olyan dologba, ami esetleg lelőhet bármiféle fajta dolgot nektek a játék sztoriát illetően. De eddig Pyramid Headet meg a rovarokat leszámítva az összes fő ellenfél, akivel összefutottunk, a Lying Figure, a Mannequin, a Bubblehead Nurses, még az egyik fő ellenfél, akinek azt hiszem Flesh Lips, mint hús ajkak a neve, mindegyik nagyon úgy néz ki, mint hogyha nőnemű lenne, nagyon feminin kinézetük van. Ezek a Lying Figure-ök, meg a nővérek és a Bubblehead Nurse-ök is mindegyike visel valamilyen platformcipőt vagy magas sarkút, hogy kiemelje ezt a női lábformát. Még a Mannequin-ök is szeretnek úgy közlekedni, hogy mint hogyha egy balettáncos közlekedne, aki tudod, ilyen lábujjhegyen, vagy nagyon a lábujjuknak nagyon a hegyén, nagyon a határán
lépkednek könnyedén. Igazából... hogy ne menjek túlzottan nagyon-nagyon-nagyon mély dolgokba bele, meg esetleg olyan dolgokba, amiket a Silent Hill fandomnak a megmondó emberei esetleg kikezdhetnének a maguk sajátos módján. Nem véletlen az, hogy a főbb ellenfél fajtáknak a nagy része ilyen női feature-ökkel, ilyen női tulajdonságokkal rendelkezik. Ez erősen James-et jellemzi sajnos. Sajnos, nem sajnos. És ez a fajta ellenfél, akivel először találkoztunk, és bizonyos környezetekben kicsit máshogy néz ki, ez például úgy néz ki, mintha sokkal inkább kényszerzubbonyosítva lenne ez a test, amit visel. Ez a Lying Figure amúgy is úgy néz ki, mintha a saját bőrében vagy a saját húsában lenne bezárva, és viselne egy ilyen kényszerzubbonyt, amiből nem tud kiszakadni, nem tud kijönni. Épp hogy csak mászkálni tud a szabadon lévő lábaival, és csak olyan támadásra képes, hogy a testével vagy a fejével megfejel minket, vagy a bőrén, ruháján lévő kis nyílásokon keresztül ez a savas köpet valahogy, ezzel a savas köpettel valahogy ki tud spriccelni, hogy azzal támadjon meg minket. És lehet ezt esetleg úgy venni, mintha valamilyen megtestesült szitokszó, vagy bármilyen bántás lenne az, amit így ez a lény ránk szabadít. És ez a kijelentés is később nyer majd értelmet. Hát a Bubblehead Nurse-ök, igazából azok is nem igazán akarok mit mondani a szörnyekről, még amíg még ki nem derülnek dolgok, még inkább a sztoriról, meg arról, hogy James miért is van itt, meg milyen úton került ide. Ez mi? Ó, szóval én sok így ceruzának néztem először. Nézzük csak. The prisoners do not feel remorse. In fact, they do not feel themselves to be sinful at all. Even the simplest of them will try to shield themselves from the Lord's gaze with that what little words they know. Nézzük csak. Az itteni rabok nem éreznek... Nem éreznek megbánást, bűnbánatot. Sőt, egyáltalán nem érzik, vagy gondolják magukról azt, hogy bűnösök lennének, vagy bűnt követtek volna el. Szóval nem érzik magukat bűnösnek. Pont. Még köztük a legegyszerűbb is próbálja legegyszerűbb szavakkal lehető legegyszerűbb módon is megóvni magát az Úrtól, Urunktól, Istenünktől. And so they dream blissfully, the sinners that they are. For no matter how foul and loathsome one's existence may be, human nature abides. És így boldogan, örömteli módon álmodnak magukban, úgy amilyen bűnösök. Mert nem számít, hogy milyen mocskos és milyen önző valakinek a létezése. Az emberi természet már csak ilyen. Kulcstárgyak. Found on the altar, it has a leafy branch engraved on it. Nézzük csak egy levelekkel díszített ágikonja van a súlyon, amit az oltárról megszereztünk. Honnan jött ez a lény egyáltalán? Úgy hallottam, mintha valami ajtó csapódott volna ki, és abból jött volna ki, de... nem vagyok benne biztos. Ez egy hangos bemondónak a szövegerése volt? Szerintem igen. Oké, akkor hát... tudunk menni erre, meg talán esetleg erre. És ki vannak jelölve, hogy hol kell sétálniuk a raboknak is, abból a sávból nem térhetnek le, hogyha jót akarnak maguknak.
Ó. Oh. Wow, most látom először, hogy én menekén így közlekedik. De érdekes. Oké. Egy bivajjal díszített ajtó. Nem tudom, hogy fontos esetleg az, hogy itt... Au! Hogy itt bekapcsolva tartsam a fényeket. Ki lehet nyitni a cellákat, oké. Cső. De hallom, hogy valaki rettenetesen szenved. Gondolom az egyik cellában. Aha, ez itt. Ijjajjáj! Na ezen az ellenfelen, ezen a lying figure-ön látszik talán a legjobban, hogy olyan, mintha a saját bőrébe be lenne zárva, mintha ez egy kényszeres zubbony lenne. És a szájának van elég hely, hogy ki tudjon onnan esetleg köpni így ránk. Ow. Azt láttam, hogy az egyik cellán keresztül át tudunk mászni egy másikba. Abból pedig a falat ki tudjuk bontani. Itt meg át tudunk csusszanni. Oh! Még egy táblácska az alapjátékból. Talán ez volt a Seductress. Talán. Nem bírja benne biztos. Érdekes, hogy itt át lehet jönni ide. Pedig így is ki tudtok nyitni az ajtót. Kukucs. Nem tudja, itt valamilyen fuvallatot éreznék, még a kontroller is úgy rezeg. Itt szépen, kellemesen, lassan. A felső emelet. The cell is to be cleaned up by Tuesday. Make sure you get the cons, do it by then. The previous tenant has been removed to death row as per the warden's order. Ezt a cellát keddig ki kell takarítani. Végeztesd addig el az elítéltekkel. Az előző itt tartott rabot a halálsorra kellett átvinnünk a börtönfőnök parancsai miatt. Yikes. Olyan...
olyan embertelen, hogy nincs rendes toalett a cellákban, hanem csak egy vödör, meg egy ilyen pisistál. Meg kettő csap, ami kijön a falból. Rohadt büdös lehet itt. Hallottam ám, valami mászkál itt. Hello? Hello! Na, ez a menekin ellenfél pedig azért néz ki szerintem úgy, ahogy. Akkor találkozunk az első ilyen ellenféllel abban a szobában, a Woodside apartmanban, ami tel is tele van próbababákkal. És ott találjuk meg egy próbababára felhelyezett ruháról a zseblámpánkat, amit beraktunk a kabátunkba. És azok a ruhák ráadásul olyan ruhák, amiket egykoron Mary James felesége viselt, amikor még életben volt. És abban a szobában találkozunk először ezzel az ellenféllel, miután elvesszük a próbababáról a lámpát. Egyik fele emberi, a másik fele pedig próbababa. És mind a kettő fele olyan, mintha női lábimádatból készült volna. Talán. Bizarr így is úgyis elképzelni a dolgot, főleg, hogy most először láttam valahogy így közlekednek, hogy tudnak felmászni a falakra, hogyha mondjuk erős fényforrás elől kell menekülniük. Eddig nem láttam, hogy ilyeneket művelnének. Nem rossz, hogy egy limitált ideig meg tudjuk világítani ezt a teljes börtönblokkot, még hogyha le is kapcsol előbb-utóbb a fény. Picit megnyugtatóan néz ki a dolog. Aztán pár másodperc múlva ismét elsötétedik az egész folyosó. Itt lehet kibontani ezt a falat. Okay, viszont ez az ajtó nem nyílik ki, de... Hello! Oké. Okay. Még női hangjuk is van, amikor néha megsérülnek. Na, úgy mozognak, mintha... Úgy mozognak, mintha az alsó lábuk is olyan formában lenne beállítva, mint azok a próbababák, amikre mondjuk magas sarkut adnak. Másztunk át egyszer. Ha is innen fel is szedtem a holmikat, amiket láttunk, amikor másztunk át. Oké. Jó, a B2-es cellában még nem jártunk.
Ezek ráadásul két személyes cellák. Most így visszanéztem a vödörre, meg az edényre. Nem tudom, ki lenne vésve a szeme. Hornless ox, eyeless boar, headless serpent. Aha. Szóval szarvak nélküli... Ox? A fejetlen kígyó és a szem nélküli varacskos disznó. És akkor gondolom azok az ajtók vezetnek majd a börtön további három fő szekciójára. És akkor innen még ki tudunk menni az udvarra is. Meg talán fel tudunk menni az emeletre is. Még egy mentési pont is van. Olyan tiszta sár lenne itt minden, amin trappolok. Ide kell majd kulcstárgyakat hoznunk Justíciához. Fúf. A környékemben olyan hangja van a dolgoknak, minthogyha körülöttem valaki, vagy valami más mászkálna a sárban. Ez para. És van itt három akasztófa. Nagyon rossz, mert szinte lehet hallani, hogy a hangok merre mennek, mint a követnének engem. Ó, fel is tudok jönni ide! Ó. Van egy csapóajtó, ami lefelé nyílik. Ó. Oh. Kettő piramis fejű ikon középen egy akasztott emberrel. Pull ye but once on a rope's frayed end. Choose the one justified from among the damned. Seek out their tales, think upon his sin, or let blind faith choose, let the judgment begin. Okay, ez majd előbb-utóbb egy puzzle lesz, ahol meg kell majd húznunk szerintem egy akasztófa kötelet, de még nem tartunk ott annál a szekciójánál a puzzle-nek. James is oldalra néz, és direkt úgy érzem, mintha tényleg itt sétálna valaki mellettem, vagy... Ah, nagyon rossz, menjünk innen. Menjünk inkább fel az emeletre. Ha fel tudok menni az emeletre, mert itt csak egy lépcső vezet lefelé. Ott tényleg az emeletre vezető lépcső lehet, hogy zárva van. Oh. Oké, ide sem tudunk még bemenni. Ez vezetne az alaksorba. Scales gallows.
Kérem, tessék nyugton maradni. Oké. Ez az ajtó is zárva van a túloldalról. Elképzelhető, hogy most kell valamit kezdenem azzal a puzzle-lel? Ez egy picit érdekes lenne, de ki tudja. Hogy variálták meg a remake-ben a dolgokat. Végül is van itt egy mentési pont, szóval csak nem járhatunk pórul olyan nagyon. Oké. Hát... Ó, várjunk csak, ezt is tudjuk mozgatni. Nem tudom, hogy ez esetleg ez... Áhá! Így kell kinyitnunk az ajtókat! Hú, ez de érdekes. Oké. Áhá, és most úgy is jelzi a térkép, hogy a fej nélküli kígyó ajtó az most kinyílt. De érdekes, oké. Aha, serpent section. Wow. Oh. Hogy mendegélt ott egy mannequin. Őrjöngő hangja volt itt valaminek. A reminder to all guards, effective immediately, it is absolutely mandatory for everyone to familiarize themselves with the revised generator maintenance manual. Oké, okay, az ajtó zárva van, szóval nem tud bejönni, remélem. Szóval... Emlékeztető minden börtönőr számára, azonnali hatályba lép, és ez azonnali hatályba lép. Mindenki számára abszolút szükséges, hogy ismerkedjenek meg az újra dolgozott generátorkészben tartási kézikönyvvel.
We all remember what happened last time. There was a spike. Though I'm certain most of us will very much want to forget. We will not have another incident. Mindannyian emlékszünk arra, mi történt előző alkalommal, amikor gond volt az áramellátással, és biztos vagyok benne, hogy sokan szeretnénk elfelejteni, hogy mi történt. De még egy ilyen balesetet nem engedhetünk meg magunknak. Hello? Atyaig! És ezeknek már nincs még csak emberire sem hasonlító lábuk. Ezeknek a fajta mánekineknek már csak ebben a próbababa csonkban végződő lábuk van. Csüü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 
Hú. Na, tessék, itt most meg tudtok egyet nézni. Olyan, mintha több részből lenne összerakva. Hihetetlen. Egy családi kép. Az arcuk ki van satírozva. We will be together soon. Hamarosan együtt leszünk. Érdekes. Hopp. Itt már vannak toalettek? Nocsak. Aidney. Hello. Ebben a cellában én egyelőre nem látok semmit. Az ott szerintem egy villamos szék. Death chamber, witness room. Ó, a witness room akkor az a úgymond galéria, onnan lehet nézni a kivégzést. De sokan vannak itt, legalább kettő. Én pókot látok. A lámpák direkt lehetnek időzítve. Bum! Au! Ez a tetőről ugrott, vagy a falról ugrott rám ez a mocsok.
hogy a földre vetette magát, mert így gyorsabban el tud iszkolni előlem. Még ilyenkor sem lehet közel menni hozzá, mert így is le tud minket köpni. Wow! Van egy Bubblehead Nurse is bezárva, de úgy néz ki, mintha őt már elintézte volna valaki, vagy valami. Egyik cellát sem lehet innen kinyitni kézzel. Eddig legalábbis. Kukucs? Van ott egy energiaital. Aha. És itt van a witness room. Van itt egy mentési pont is. Bemenni nem lehet ide, de egy torzított üvegen keresztül itt lehetett nézni, hogy valami szerencsétlent kivégeznek. Elvileg valahol itt tudjuk, witness checkpoint, aha. Az ellenőrző pontnál találjuk meg talán a puska szekrénynek a kulcsát. Nézzük a safety instructions, power transfer levels. Biztonsági előírások, energia áram átviteli szintek. Green maintenance level used to test before each use. Zöld az a karbantartási szint. Ebbe tartsák és teszteljék minden használat előtt. Sárga optimális szint. Maintain for safe operation. Tartsák ezt a szintet a biztonságos működtetéshez. Red danger level do not operate can result in power spike and system overload. Vörös szint ezzel alatt ne működtessék a készüléket, mert az áramkimaradáshoz és rendszer túltöltődéshez vezethet. Kíváncsi vagyok, hogy muszáj-e tönkretenni az egészet. Én valamiért úgy gondolom, hogy igen. Aha, és így fognak kinyílni a cella ajtók. Aha, mert elektromos zár zárta őket. És itt találunk még egy súlyt, egy közepes súly. Nemrég találtunk egy családi képet, ahol kettő kisfiú volt, az egyik kerekes székben volt.
És az volt ráírva a hátuljára, hogy hamarosan újra együtt leszünk. Ez így egy kicsit nyugtalanító, hogy ezt ilyen más után találtuk meg. Igen, a generátort konkrétan tönkre kellett tennünk ebben a szobában. Ó. Oh. Na ez mocsok volt. Ez egy picit mocsok volt. Super. Ezt már átnéztem. Super. Ott már jártunk. Lol. Au! Okay. Ennyi abúzusból elég lesz. Egyikünk számára legalábbis. Hatalmas a belmagasság, és most nézem, hogy nincsen rendes tető, ilyen elválasztó plafon a cellák fölött, hanem olyan, amin keresztül gondolom a börtönőrök bármikor ellenőrizhették a rabokat, meg esetleg piszkálhatták is őket. Oké, ezt a sort átnéztük. Hát ki tudom bontani a falat. Szuper. Ahogy látom, hogy James előveszi a fegyverét, ebből kiszaladtam minden, mert azt hittem, hogy én menekint nem vettem észre. De szerencsére nem ez volt a helyzet. Na majd most. Ó, csodálatos. Okay.
Igen, az a sérült Bubblehead Nurse, aki itt volt, az most felkelt is. Úgy jött oda engem támadni, mintha nem lett volna semmi baj. Oké, wow. Bejöttünk ide. Azt az oldalsó kettő cellát nem néztem át. Pedig ott is vannak holmik. Te szépen beakadtál oda. Majdnem. Ó! Oh! Itt is nézelődjünk. Gyorsan akarok átjutni innen, mert ezek a mocskok közben mászkálnak a falakon és bármikor rámugorhatnak. Oh, hello! 4 months to go. Na, csak 4 hónap van hátra. Nem tudom, hogy egy kórházi vagy egy börtöncellának az ágyát láttam-e a képen. Annyira nem volt egyértelmű a képről, de egyik sem túl bíztató. Oké, arra nem megyünk. Arra nem megyünk. Na, ez az a kettő cella, amit még nem néztem meg, és elvileg itt is vannak holmik, ott legalábbis van egy adag töltény. Amit szeretnék elrakni. Oké, most már elhúzhatunk innen. Ne is harcoljunk, inkább tűnjünk innen. Így, hogy ketten vannak, ez így egy kicsit necces, mert rettentő gyorsak. És bízom benne, hogy itt nem jönnek utánam. Oké. Execution DR88 report. Prisoner E662, age 23, sex male, method electrocution, witnesses 0. Szóval a DR88-as kivégzési jegyzőkönyv. Rab száma E662, 23 éves férfi, kivégzés módja villamosszék. Szemtanúk nincsenek. Note to medical staff, during the last night's execution, the prisoner assumed to have been disabled, simply stood up and approached the chair without any assistance. Júj. Megjegyzés az orvosi személyzet számára. Előző éjjel a kivégzés időpontjában a rab, akiről úgy tudtuk, hogy nem tud járni, egyszerűen csak felállt a kerekesszékéből, és odament a villamos székéhez, mindenféle fajta segítség nélkül. From now on, take utmost care when reviewing the prisoner's medical history. Guards need to be made aware how capable the prisoners are in order to avoid any incidents. Hú, ez mondjuk kellemetlen, basszus. Mostantól kezdve kiemelten figyeljenek oda, miközben ellenőrzik a raboknak az eddigi orvosi leleteit, mert az őröknek minden egyes állapotról és a rabok erőnlétéről tudniuk kell ahhoz, hogy bármilyen ebből adódó balesetet elkerüljünk. Képzeljétek el, hogy meglepődhettek azon, hogy a kerekesszékes rab egyszer csak felpattant, és ő maga ment oda a villamos székhez, hogy beleüljön. Ó, csak nem! Ó, fegyverraktár. Fegyverraktár kulcs. Ez lesz a puskatárolónak a kulcsa. Aminek én nagyon-nagyon-nagyon örülök. Oké, és most jövünk ki a checkpointnál.
Királyság. Witness checkpoint. Women, men. Gondolom ezek a mosdók. Egyikbe sem tudunk bemenni. Se baj. Hopp, itt van valami. In the center of Silent Hill lies the town's major tourist attraction, Toluca Lake. But there is a darker side to this scenic, beautiful reservoir. Nézzük csak, Silent Hill központjában van a város egyik legfőbb turista látványossága, a Toluca tó. De ennek a gyönyörű tónak van egy sötét oldala is. What may seem a bread and butter local ghost story you've heard time and time again, in this case rings surprisingly true. Nézzük csak. Normál esetben egy ilyen szellemmese, amit néha-néha lehet hallani egy ilyen helyi városban. Ez esetben sajnos igaz. Ez a rém történet. One fateful fogbound November day in 1918, igen. A tourist cruiser called Little Baroness has set sail never to dock again. Ó, most fogjuk elolvasni ezt a sztorit. Nézzük csak. Egy ködös novemberi napon, 1918-ban, egy turista sétahajó, amit a Little Baronessnek, vagy kis bárónőnek neveztek, útnak indult, és sose érte el a dokját. Newspaper articles reporting the event contain no details on the ship's disappearance. Despite an extensive police search, neither a single fragment of the ship nor the remains of the passengers or the crew have ever been recovered. Azok az újságcikkek, amik erről az esetről szólnak, egyikük sem részletezi a hajó eltűnését. Annak ellenére, hogy a rendőrség egy átfogó kutatást végzett a környéken, sem a hajónak, sem pedig az utasainak semmilyen maradványát nem találták meg. But in 1939, an even more bizarre incident has taken place. De 1939-ben egy még szörnyűbb eset történt meg. Zárójelben many pages are missing, torn out. A könyvből itt számos oldal hiányzik, mert kitépték. Who knows how many souls were taken by the waters of Toluca Lake? Do the eyeless skulls of the damned stare hopelessly at the surface from below, yearning for a breath, or was their mysterious fate different altogether? Szóval ki tudja, hogy a Toluca tó vizei hány lelket ejtettek el? Vajon a holtak szemnélküli koponyái reménytelenül néznek a víz felszín felé, ahogy egy lélegzetvételért fohászkodnak, vagy az ő sorsuk teljesen más volt, mint eddig? Oké, na itt olvasunk akkor Little Baronessről, hogy elindult egy bizonyos napon, aztán soha nem ér se partra, se célba, se sehová. És ott volt az eset, amikor ez a 67 utasa a hajóval együtt egyszerűen csak eltűnt. Ki írtunk egy rövidítés is, hogy később vissza tudjunk esetleg jönni. Nagyon menő. És ez azonnal visszahoz minket ide, ami még menőbb. Armory key. Már is kinyitjuk, nézzük csak. Strange photos, Toluca prison. Jaj. Key items. Key to the prison's armory kept at the witness checkpoint. Szuper. No kérem, itt a harmadik lőfegyverünk, The Hunting Rifle, a vadászpuska. Kis tölténnyel is. Tökéletes. Nézzük csak. A long-range, high-caliber hunting rifle holds 4 rounds per clip. Takes a long time to reload, but each shot is very powerful. Egy hosszú távú, nagy kaliberű töltényeket használó vadászpuska. A tárja 4 töltényt tud tartani. Nagyon sokáig tart újra tölteni, de minden egyes lövés rettentő erős.
Hallod ezt, Mary? Minden egyes lövés, minden egyes találat rettentő erős. Oké. Okay. Na akkor menjünk vissza az udvarra. És gondolom rendezzük át újra a súlyokat, hogy egy másik börtönblokkhoz hozzáférést kapjunk. Ajajaj. Ujjajaj! Ujjajaj! Annak mondjuk örülök, hogy ennek a fő börtönblokknak külön áramfejlesztője van, vagy külön áramforrása. Kedves lányok, kedves srácok! Hálásan köszönöm szépen, hogy ma is engem választottatok. Ha tetszik a munkám, kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a YouTube csatorna tagságomhoz. A videó leírásában minden elérhetőségemet megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szervusztok!